Az ellenzék több ponton is bírálta a fejlesztési tervet. A szerb radikális párt szerint ez a tervezet nem lát elő semmilyen konkrét intézkedést a lakosság csökkenő számával kapcsolatban. Imamo situáciu, gde se masovno prazne i odumiru seoske sredine. Imamo podatak, gde u poslednjih 10 godina autonomna pokrajina Vojvodina izgubila grad veličine Zrenjanina. Zato što je oko 107.000 ljudi više umrlo nego što se rodilo na prostoru pokrajine. Dmitar Stanišić, a szerb haladó párt tartományi frakcióvezetője kiemelte, a fejlesztési terv elfogadásával Vajdaság várhatóan egy magas életszínvonallal rendelkező terület lesz. Pokrajinska vlada unazad nekoliko godina uduplala budžet za samo za tako kratko vreme. Poreski prihodi su tri puta uvećani, što jasno oslikava privrednu aktivnost na teritoriji pokrajine. Nezaposlenost je smanjena za 70.000 lica, odnosno 70.000 lica više radi na teritoriji pokrajine nego 2016. godine. A vajdasági fejlesztési terv nagyon jól átgondolt és az európai kidolgozási módszereken alapul, ezért a Vajdasági Magyar Szövetség teljes mértékben elfogadja a tervezetet, mondta Nagy Imre, a VMS tartományi képviselője. Négy komoly fejlesztési irányvonala van, mondhatnánk azt, hogy stratégiai célja. Az első az a gazdaság fejlesztésre vonatkozik, egy modern gazdaság fejlesztési irány. A második a fenntartható energetikai és közlekedés fejlesztési irány. A harmadik a környezetfejlesztés, zöld vajdaság, illetve a klímavédelem problémáját célozza meg, a negyedik pedig a multikulturális vajdaságnak a további fejlesztése és fejlődése. A tartományi képviselőház ülésének második fontos napirendi pontja egy olyan javaslat megvitatása volt, amely a családon belüli erőszak megakadályozásának tervezete. A VMS frakciója ezen ügy mellett teljes mellszélességgel kiáll, mondta Csikós László, a VMS tartományi képviselője. Minden évben 34 és 37 hölgy esik a családi erőszak áldozatául. Ami megnövekedett, az, hogy a családon belüli erőszak most már az idősek személyek irányába is, tehát a nagyszülők felé is fokozódik. Az ülésen emellett több területtervezési tervről is döntöttek, valamint a Tartományi Nemi Egyenlőségi Intézet tavalyi munkajelentését is megvitatták.